A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola adott otthont a Spacewise programnak. Kovács Ferenc, az intézmény igazgatója elmondta, az alapítványtól kész tantervet kaptak az űrkabinnal kapcsolatban. Ezzel a programmal először 2,5 éve találkoztam. Akkor láttam, hogy létezik egyáltalán ilyen program. Fölvettük akkor a főszervezővel, Zentai Istvánnal a kapcsolatot. Szerettük volna ezt a programot mindenképpen elhozni hozzánk. Ez a program gyakorlatilag arról szól, hogy a mai főleg 9-től 12 éves korosztálynak bemutatja és közelebb hozza a STEM oktatási anyagot, ez a Science, Technology, Engineering, Maths, tehát ilyen természettudományos tantárgyakkal foglalkoznak a gyerekek. Hál' Istennek megnyertük ezt a programot, így hozzánk is eljutott. A program azt öleli magában, hogy a gyerekek mielőtt megérkezne ez az űrkabin, ami most megérkezett hozzánk, előtte természettudományi órákon is foglalkoznak ezekkel a tudományokkal. Kísérleti módszerekkel, tehát kaptunk tananyagot, tankönyvet, hát ebben a program keretében teljesen ingyenesen, és az órákon feldolgozták ezeket, és maga az űrkutatásra kihegyezve megismerkedhettek ezekkel a dolgokkal. A program második része az volt, hogy megérkezik hozzánk ez az űrkabin, amit most megnézhetnek a gyerekek. A mi iskolánkban kb. 180 gyerek fogja 2 napig igénybe venni ezt az űrkabint. Ez egy ilyen VR szemüveges 3D-s űrutazást tesz lehetővé. Gyakorlatilag egy ilyen űrállomáson egy űrhajóval körülrepülnek, megtekinthetik a földet, egy ilyen úgynevezett overview effekt, tehát ez amikor fentről rátekintünk a világra, és rádöbbenünk arra, hogy mennyire eltörpül saját egoizmusunk, amikor egy ilyen pici teremtett univerzumban, mi egy ilyen pici bolygón vagyunk. Az ember elkezd elgondolkodni azon, hogy mennyire kéne vigyázni erre a pici porszemnyi földre, tehát egyből a környezettudomány, a környezetvédelem és ezek a gondolatok is szervesen kapcsolódnak ehhez a programhoz. És akkor ennek kifutásaképpen még egy kicsit foglalkoznak majd a gyerekek vele, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés, hogy elhozhattuk ezt a programot az iskolánkba. Hát igazából sok külön munkát nem igényel ebben a programban a részvétel, mert annyira kidolgozott jó tananyagot kaptunk hozzá, hogy gyakorlatilag otthon az ember egy kicsit előre dolgozik, előre megnézi, hogy mit javasoltak a program kidolgozói, és kész óra terveink vannak. Nagyon sok kisfilm van, nagyon, nagyon jó munkafüzet. A munkafüzet mellé kiegészítő kisfilmek, és nagyon szépen fel van építve a tananyag. Kezdve attól, hogy mi az, hogy űr, mi van az űrben, mi az, hogy bolygó, mi az, hogy kisbolygó. De nagyon, nagyon sokat edukál a gyerekeken az, hogy egyáltalán ezeken az órákon részt vesznek. Terveztünk a gyerekekkel űrlényeket, terveztünk a gyerekekkel bolygót, neveztünk el bolygókat, rajzoltunk képeslapot, végeztünk kísérleteket liszttel, kartonpapírral, le kellett döngölni egy fa darabbal a lisztet, és elmozdítani egymáson a papírlapokat, amikre rátettük a lisztet, és akkor így lehetett látni, hogy a tektonikai lemezek hogyan mozognak el például, vagy űrhajót is ki tudtunk lőni citromsavval, meg szódabikarbonával, úgyhogy nagyon-nagyon élvezték a gyerekek. Hogyha ügyesek vagyunk, akkor a matematikában például tudjuk alkalmazni. Környezetórákon végeztük el ezeket a Spacewise órákat gyakorlatilag, illetve szabadidőben. Hát sokat tudnak olvasni mondjuk, az is nagyon jó, és azért gondolom én hasznosnak ezeket az űrórákat, mert olyan ismereteket kaptak a gyerekek, amelyeket még a felnőttek sem feltétlenül tudnak. Nagyon-nagyon jól a környezeti nevelésre, a környezetvédelemre, a jövőképükre nagyon jól hat ez a program. Zentai István, a Spacewise Hungary Alapítvány kuratóriumi elnöke bemutatta a szervezet munkáját, valamint az alternatív valóság nyújtotta lehetőségeket. A Spacewise programot Hollandiában André Kuipers űrhajós találta ki. Ő egy orvos űrhajós, és 2-szer járt fölt a nemzetközi űrállomáson. És egyértelmű tény, hogy azok az emberek, akik az űrbe jártak le, az űrhajós vagy űrturista, amikor az űrből meglátják a Földet, egy olyan kognitív érzésvilágon mennek keresztül, amit overview effektnek, áttekintőhatásnak hívnak, hogy amikor visszatérnek a Földre, szinte kivétel nélkül mindannyian valami fajta
nagykövetté válnak, a Föld nagykövetévé, klímavédelem, fenntarthatóság. A kutatások között szerepelt annak a korcsoportnak a megtalálása, akik a legjobban be tudják fogadni azokat az információkat, amelyek az univerzum tárgykörébe tartoznak. A 10 és 12 éves gyerekeket tartották a legalkalmasabbnak az oktatási rendszer kifejlesztéséhez. Megalkottak egy oktatási programot, aminek 12 lecke, 12 küldetés a felépítése, és annyi a specialitása, hogy abból indul ki, hogy egy objektumot kívülről lehet megismerni, hát ha Földet egy objektumnak veszük, azt a világűrből lehet megismerni, és ez az oktatási program a gyerekeknek, 10-12 éves gyerekeknek négy részből áll, megismertetjük a világűrt, a naprendszert, a bolygónak az élő és életlen környezetét, ezen keresztül a klíma, környezetvédelmi dolgokat, és az utolsó rész meg aktivitások, faültetés, segítünk a szomszédnak a kertjét rendbe tenni, ha jója, stb. Tehát ezzel a programmal találkoztam 19-ben, és a hollandoknak a meggyőződése, hogy ezt a világon több 100 millió gyerek kapja meg, pro bono, tehát ez egy ingyenes oktatási program, és ennek eredményeként 20-ban fölállt egy nemzetközi konzorcium, hollandok vezették, olaszok, franciák és mi magyarok voltunk benne, és ki lett dolgozva egy olyan 12 leckés tananyag, ami mindegyik országnak az igényeit kielégíti, és 22-ben pedig egy hatalmas kamion jött ide Hollandiából, mert még nem mondtam, de ennek az oktatási programnak az égköve egy olyan virtuális űrutazás, ahol azok a gyerekek, akik teljesítették az első 6 küldetést, azokat elvisszük az űrben, és átélik ugyanazt, amit az űrhajósok, amit most itt Bonyhádon ez a 180 gyerek átél. Tehát a Spacebase oktatási programnak a lényege egy olyan élmény alapú oktatás a gyerekeknek, ahol egy űrsztéám oktatási módszertant alkalmazunk, aminek az a lényege, hogy a természetes tárgyakat, a reál tárgyakat keverjük a humán tárgyakkal, és élmény alapon oktatjuk őket, és így úgy tanulnak a gyerekek, hogy észre se veszik, hogy tanulnak, és nagyon élvezik ezeket az órákat, ezek a visszajelzések. Eddig Magyarországon több mint 100 iskolában vagyunk jelen, voltunk jelen, több mint 200 tanárt készítünk fel. A mi specialitásunk nem az, hogy oda megyünk az iskolába és tartunk egy előadást, bár ilyen is van, de főszabályként mi a regisztrált iskolák tanárait készítjük fel, a képzőket képezzük ki, hogy ezt az oktatást véghez tudják tartani, ezt biztosítjuk a szükséges háttéranyagokat, és a gyerekeknek a klíma környezetvédelmi, hogy is fogalmazzam, tudatossága és magatartása sokkal felelősségteljesebbé válik, és emellett pedig 3 kompetenciáig fejlődik, legalább az együttműködési, a kreatív és a kommunikációs, aminek jó példája, amikor kiszállnak ebből a virtuális űrutazásnak teret adó eszközből, akkor egy interjút készítünk velük, azaz most már nem mi, hanem a osztálytársaik, de jobban megnyílnak egymásnak, és elmesélik, hogy mit láttak, hogy látták, tehát a kommunikációs kompetenciák is fejlődnek. Csibi Emilit kérdeztük, mi a véleménye az űrkabinról. Nekem ez nagyon tetszett, és szerintem az intelligenciát is nagyon fejleszti. Milyen tanulságot tudsz még ebből levonni? Hogy a földet védeni kell, és minél több fát ültetni, és védeni kell. És te mit láttál? Én láttam egy űrállomást, egy NASA rakétát, és a napot, sok-sok csillaggal és a földet. A gyerekek várták, hogy sorra kerüljenek, majd egymással osztották meg a látottakat.